Az Érhangja a Médiacsoport podcast sorozatának ezen részét követhetik, láthatják és hallhatják a nézők és hallgatók, a mikrofonnál Kis Lóránt, most pedig ugye a Székelyhidi Szabó Ódzsa Városi Színházból jelentkezünk. Meghívott vendégem pedig nem más, mint Edelény polgármestere, tiszteletem Oszkár úr, jó napot, és ugye Molnár Oszkár polgármester, teljesen én bocsánat, és ugye Észak-Kelet Magyarországon található Edelény, Borsodabaui Zemplén vármegyében. Ugye itt vagyunk a Citizen 2023-as projekt keretein belül ezen a hétvégén, ugye ezt a Székelyhidi Önkormányzat is az Érhangja Média Csoport közös projektjében lehetünk része ebben a projektben, ezen a hétvégén, és akkor azon indítottam a beszélgetésünket, polgármester úr, hogy ugye itt a hétvége témája az a turizmus, az e-turizmus, és még az önkéntesség is. Picit beszélgessünk Edelény esetében arról, hogy hogyan lép meg a turizmus, vagy milyen turisztikai dolgok tapasztalhatóak, fejlesztésekben akár, tehát nem csak mondjuk odalátogatók, turisták szempontjából mi a fontos, hanem a település hogyan vonatkozik meg a turisták felé. Hát jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen a szíves meghívást. Edelényről annyit kell tudni, hogy Edelény rendkívül hosszú, régi történelmi múlttal rendelkező város. A Borsod megye, jelenleg Borsod vármegye névadója, a borsodi földvár Edelényben található. Ezt nem sokan tudják, de büszkék vagyunk rá. Nagyon jelenleg is természetesen a borsodi földvár az látogatható. A 80-as években történt egy nagy föltárás a földváron, ahol az Árpád-kori templom alapjait, illetve több sírt, illetve az akkori boronaházak maradványait sikerült föltárni. Ezek a földvár tövében, földvár mellett lévő tájház együttesünkben egyébként kiállításra kerültek, ami szintén egy turisztikai attrakció, egy turisztikai látványosság. Egyéb iránt pedig a város, akár az intézményei, akár az önkormányzat, vagy a civil szervezeteink a különböző rendezvényekre is használjuk a tájházat. Elég nagy udvara van a tájház együttesünknek. Van egy nagyon-nagyon régi csűr épület, amelyben akár még lagzikat is lehet rendezni, egy akkora csűrről beszélünk. Egyéb turisztikai attrakcióink is vannak természetesen. A legnevezetesebb talán a Lüliékóburg kastély, amit az 1720-as években építettek. Későbbiek folyamán elég hányatott sorsa volt ennek a kastélynak. Volt benne minden, volt benne járásbíróság, a második világháború idején az orosz katonák lovakat tartottak például a kastélyban, a lovag teremben, hiszen a legnagyobb termünk, és amire szintén nagyon büszkék vagyunk, nagyobb a dísztermünk, a lovag termünk, mint a Fertődi Eszterházi kastélynak a díszterme. Egyébként az ország egyik legnagyobb barokk kastélyáról beszélünk, amit a 2010-ben sikerült felújítani, látogathatóvá vált ezáltal a kastély, állandó kiállításaink vannak. Sajnos az elmúlt időszakban, két hónappal ezelőtt átmenetileg bezárásra került. Ez egyértelműen a háborús helyzet okozta, pénzszűke miatt kényszerült erre az magyar állam képviselője, a NÖK. De ez a bezárás csak átmeneti. Hát reméljük, hogy minél hamarabb újra látogathatóak leszünk. Ha már turizmusról beszélünk, akkor mondom tovább a turisztikai attrakcióinkat. Szintén nagyon kevesen tudják, hogy Edelényben van egy csodálatosan szép szőlőhegy, aminek szintén egy hihetetlen történelmi múltja van. Már az 1270-es évekből írásos emlékeink vannak arról, hogy ezen a szőlőhegyen szőlőtermesztés folyt. Ugye ez a császtai, vagy császta szőlőhegy, illetve van egy kálvária, domb, vagy ha jól igen, tudom. Igen, igen. Igen. Még picit menjünk vissza a történelemben, hiszen a
középkorban a Miskolc és Krakkó közötti kereskedelmi útvonal része volt a Császtaszőlőhegyünk. A magyar részről Lengyelországba bort szállítottak innét, és vissza pedig a Vielicskei sóbányából szállították a sót. Ezek a középkori fuvarozók. Ahogy említette, igen, a Császtaszőlőhegyen van egy nagyon szép kálváriánk, keresztútjárással egyben, ugye nagypéntek, nem biztos, hogy éppen nagypéntek napján, de nagypéntek környékén keresztútjárást szoktunk rendezni. A római katolikus plébános úr segédletével a Császtaszőlőhegyen van egy úgynevezett uradalmi borház, ami az önkormányzat tulajdona, ez három ágú, egy nagyon nagy pince, sikerült felújítanunk, berendeznünk. Ez is fogad akár turista csoportokat is, ha esetleg úgy kívánja a csoport. Van egy, a hegy tetején van egy kilátónk, ami azért nagyon jó, mert tiszta időben a Magas-Tátrát is látni a edelényi Császtaszőlőhegyen lévő kilátóból. Én már voltam olyan szerencsés, voltam olyan időpontban fönn, amikor láttam a Magas-Tátrát, a Lomnici csúcsot, a Gerlach-falvi csúcsot, mindegyiket. Egy gyönyörű látvány egyébként, és az egész környéket belátni. Még azért is nagyon érdemes eljönni erre a szőlőhegyre, nem csak a borok miatt, bár nagyon-nagyon finomak a borok, jellemzőek inkább a vörös borok. A Blauburger például, ami egy rendkívül domináns a szőlőhegyünkön. Azért is érdemes eljönni a Császtaszőlőhegyre, mert gyakorlatilag olyan, mint a Toszkánában lennénk. Maga a táj tényleg egy toszkán tájat idéz föl bennünk, aki akár képen látott már toszkán tájat, akár volt szerencséje saját maga eljutni oda. Rendezvényeket is tartunk, szervezünk a császtán, most már közel 20 esztendeje az úgynevezett császtai búcsú. Ez minden hónap első, minden szeptember első szombatján tartjuk meg hagyományosan. Ez egy fantasztikus, gyakorlatilag ez egy népünnep, és sok-sok ezren vesznek részt, főzőversenytől kezdve rengeteg programmal várjuk mindig a aprókat és a felnőtteket egyaránt. Egyébként mindazokról, amikről most mesélt nekünk, akár a kastély, vagy akár a császtai kilátó például, ezek mindegyiken megtalálhatóak a településnek, a városnak a honlapján is. Hogyha az ember böngészgeti a honlapot, akkor találkozik információkkal. És a kérdésem az volna, hogy mennyire tudják akár mérni azt, hogy mennyire látogatottak ezek a helyszínek, akár a kastély, hiszen mondta is, hogy Gyuri, hatalmas barokk kastélyról beszélünk. Biztos vannak számok, amelyek, statisztikák, amelyek rendelkezésükre állnak. Hát nyilván megpróbálunk mindent, ami érdekes lehet egy idézőjelben idegen számára, edelénytől idegen számára, hogy mi található a városunkban, mindenről tájékoztatást nyújtani a honlapunkon. Nyilván vannak adataink arról, hogy mennyien tekintik meg magát a honlapunkat is, illetve ezen keresztül nyilván a turisztikai látványosságainkat is. A kastélynak lehet mondani soknak, lehet mondani kevésnek, körülbelül 30 ezer fő az éves látogatottsága az elmúlt esztendőkben. Ez a városnak rendkívül sokat jelent, hiszen a kastélyra fölépült most már gyakorlatilag egy elég jelentős vendéglátó és szálláshely bázis is. Úgyhogy ezek a vállalkozások nagyon nagy mértékben a kastély a látogató turistákra épültek, mind a mellett, hogy nyilván egyéb rendezvényeket is, vagy uram bocsá, lagzikat is tartanak ezeken a helyeken, de hála a jó Istennek, ez sokat segít nekünk. A császtát azt így mérni nem tudjuk, hogy mennyien látogatják, azt látjuk, hogy egy-egy rendezvényen, például a császtai búcsón ott tényleg sok ezren vannak, illetve saját tapasztalatunk alapján, amikor egy-egy hétvégén kimegyünk, nekünk is van, a családnak is van ott egy közel fél hektáros területünk egyébként, úgyhogy mi is gyakran megfordulunk ott. Egyre több ember jön ki, csak úgy hétvégén kijön a családdal, sétálgatnak,
leülnek, lehet szalonnát sütni, vannak szalonnasütőhelyeink többek között. A fiatalok körében nagyon-nagyon kedvelt a szőlőhegy, nagyon gyakran látni tényleg aranyos fiatal csoportokat, hogy ott ülnek, beszélgetnek, hát néha söröznek is természetesen, de hát ez az életrendje. Hogyan működik mondjuk az Európai Uniós szempontokat nézve? Pályáznak-e, vannak a lehetőségek arra, hogy akár a turizmusba fektessenek ilyen alapokon, vagy vannak egyéb más lehetőségek, amelyek a fejlesztések a turisztikára nézve jelentősek? Hogyne, pontosan a Császta szőlőhegy az, ahol most közeljövőben fogunk átadni egy újonnan elkészült turisztikai beruházást. Ez uniós pályázatból valósult meg. Ez egy közel 400 millió forintos beruházás. Ez egy bányatörténeti bemutatóhely föld alatti járatokkal, kb. 150 méteres föld alatti járattal. Ezt azért a Császta szőlőhegyen építettük meg, mert a 1855-ben a Coburg család, akinek hatalmas birtokai voltak Edelényben és a környékén, ott nyitották meg a Császta szőlőhegy aljában az első mélyművelésű barna szénbányát. Tehát ennek emlékére is ott terveztük meg, álmodtuk meg ezt a turisztikai attrakciót, és remélem, hogy mire a legközelebbi, a szeptember 2-án lesz a császtai búcsú, addigra meg tudjuk majd nyitni a látogatók előtt ezt is. Hogyan kapcsolódik önöknél össze mondjuk a turizmus és az önkéntesség kérdése? Tehát Edelényen működnek-e ilyen jellegű civil szervezetek akár? Hogyan szerveződnek az emberek? Újra a császtánál maradok. Például a császtának a fejlesztésében a Császta hegyközség, ez egy civil szervezet, nagyon komoly szerepet játszott. A császtai búcsú elindítása is tulajdonképpen ennek a civil szervezetnek köszönhető. Most már az önkormányzat rendezi, de azért nagy mértékben hozzájárult ehhez a hegyközség, de ezen kívül is sok-sok civil szervezetünk van, akik tulajdonképpen úgy vesznek részt ezeken az attrakciókon, hogy akár népdalkörök, Császta néptánc együttesünk van, aki minden egyes komolyabb rendezvényen, nem csak Edelényben, hanem most már a Európa más országaiban is sikeresen föllépnek. Tehát elég jelentős a városunkban a civil élet, aminek én nagyon-nagyon örülök. Utolsó kérdésem az volna, polgármester úr, hogy ön hogyan látja a település, a város jövőjét mai szemmel nézve? Nem mondjuk előre 50 évre vagy 100 évre, bár már hangzott el hasonló is más beszélgetésben, más polgármesterrel, de ön hogyan látja akkor a város életét a jövőben? Én nagyon pozitívan látom a város jövőjét. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedben egy rendkívül dinamikusan fejlődő várossá vált Edelény. A lélekszámunk ugyanúgy, mint ahogy Magyarország lakosság száma is sajnos csökken, de nem jelentős mértékben. Tehát az elmúlt 10 év alatt egy olyan 200-300 lélekkel csökkent a lakosság számunk, ami fájdalmas, de azért nem egy borzasztóan nagy szám. Rengeteg a betelepülő a városba. Most ott tartunk, hogy az önkormányzat nem tud adni egy újonnan érkezőnek építési telket, mert elfogytunk belőle. Tehát ez egy következő nagyon komoly feladat, hogy megvan a hely, ahol kijelöltük. Most már csak forrás kell szerezni arra, hogy az alapinfrastruktúrát meg tudjuk teremteni annak, hogy körülbelül 40 építési telket tudjunk újra kimérni és kínálni az oda települni szándékozó családoknak, fiatal házaspároknak, vagy akár természetesen idősebbeknek is. Úgyhogy most a elmúlt évben lettünk kész egy új iparteleppel. Várjuk a betelepülőket, 10 hektáros iparterületről van szó. A inkubátorház most már megnyílt, tulajdonképpen irodákat lehet bérelni azoknak a cégeknek, akik szeretnének.
illetve már két vállalkozás működik is magán a területen, de még azért van bőven üres telkünk, úgyhogy ettől is nagyon sokat remélek, hogyha beindulnak a beruházók. Bár ez az időszak Európában meg a világban sem éppen arról szól, hogy most özönleni fognak a befektetők, de nagyon reméljük, hogy rövidesen vége ennek a szörnyűségnek, ami szomszédainkban zajlik, és utána a gazdaság újra fellendülésnek indulhat, és akkor minden helyre áll. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre is. Hasonló beszélgetéseket lehet majd látni, nézni, hallgatni az Érhangja Média csoport különböző online platformjain. Köszönöm szépen még egyszer, szép napot kívánok! Én is köszönöm szépen, további minden jót kívánok!